családnak élj, tanuld és gyakorold a szépet, a jót, a bölcset, és boldog leszel. Perzelmód írta ezeket a gondolatokat lánya Irma emlékkönyvébe, a korszokásainak megfelelően németül és magyarul is. Perzel bejegyzése mellett még néhány beírás található a könyvben, de a lapok jelentős része üres. Pedig Perzel Irma születésekor nem az az élet nézett ki számára, amit végül a sors elé tett. Apja a történelmi eseményekben vállalt szerepe megváltoztatta a család életét, és így a polgári élet helyett a száműzetés és a munka lett az osztály része. Mint ismeretes édesapja, Perzelmór aktívan részt vett a 48-as forradalomban és szabadságharcban, tábornokként küzdött a magyar szabadságért. Feleségével, Sárközi Juliannával, aki akkor már 3 gyermekes anyuka volt, Aradon találkozott, mielőtt az országból elmenekült volna. A feleséget és lányát, Irmát az osztrák hatóságok letartóztatták, és több hónapig börtönbe tartották. Mikor megmenekültek, akkor engedélyt kaptak arra is, hogy elhagyják az országot. A család az apa után indult, aki ekkora már a kis-ázsiai Kütahyában tartózkodott, az emigrációba kényszerült többi szabadságharcosokkal. A család további története az emigrációnak a keserű kenyere volt. Kütahyában, mikor engedélyt kaptak a Törökország elhagyására, akkor Perzelmór Londonba indult. Azt remélte volna, hogy a török kormánytól kapott pénzjuttatás elegendő lesz hosszú távra is, nem így történt. Így a család továbbállt Jersey szigetére, ott vertek tanyát, ahol gazdálkodtak és állatokat tartottak. A hónap műtárgyaként bemutatott Perzelmór Irma kötet is ide került, méghozzá Perzel Irmának ajándékozta egyik ottani barátnője. Milyen életet élt itt a család? Hát nem a birtokos nemességhez illőt. Béreltek egy házat Grouville közelébe, amihez egy birtok is tartozott. A Perzel családot meglátogató egyik ismerős azt jegyezte föl róluk a család életmódjáról, hogy Perzel a füvet kaszálta, lánya Irma pedig a teheneket fejte. A kiegyezés idejéig élt a Perzel család az emigrációban. Ezt követően hazajöttek, de Perzel Kossuthtal ápolt rossz viszonya miatt nem vállalt közéleti szerepet. Perzel Irma nem sokkal később elhunyt. Érdekessége ennek a kötetnek a kivitelén kívül, ami egy gyönyörű bőrkötésbe található album, színes lapokkal vízjelet is találhatunk benne, az, hogy a lapok többsége üres sem maradt. Én úgy ítélem meg, hogy ez nem véletlen, hiszen a tehenek mellől nehéz lehetett az emlékkönyvbe írni. Egyébként a barátnő a korban nagyon népszerű, Európában is népszerű amerikai költőnek a verseit írta az első lapokra, Longfellowról van szó, de ezen kívül alig találunk bejegyzést az albumban. A hányattatott sorsú Perzel Irma szép emlékkönyve a Wosinski Múzeum hónap műtárgyának vitrinjében látható.